Legtúl hype a játék szerinted mi, vagy mik volt? Én két címet írtam ide, azért mert nem tudom eldönteni, melyik volt hype-abb. Mondjuk ide a csalódás is ide jöhet. Az egyik a GTA Remastered. Szerintem, de ezt még hozzáteszem, ez nem a magam hype-ja. Ez egyáltalán nem a magam hype -ja, a következő játék lesz az. Az emberek többet vártak, mint ami, ami ez valójában lett volna. Tehát én, én amikor megtudtam, hogy lesz a GTA Remastered, én azt hittem, hogy az ötnek mondjuk a motorjával, vagy ahhoz hasonlóan fog elkészülni. Amikor meglátom az első előzetes, hogy hogyan néz ki, az emberek elkezdtek helypolni, hogy ú, de kurva jó lesz, de én ránéztem, és egyszerűen. egyszerűen én azt hittem, hogy rosszul látok, hogy. Nem mi éreztem, el Gondolom orosok. Nem érezted azt, hogy ez megüti a remasternek a szintjét. E, egyrészt nem, meg másról még szerintem jó, már hát mondjuk szebb volt, de olyan csúnya olyan rondának hatott az egész, főleg az, amikor a San Andreas-es felvételeket mutatták, borzasztóan nézett ki. És én nem értettem az emberek ezt miért szeretik. Hú, szépek az árnyékok, hú, szépek a textúrák, de a karakterek úgy néztek ki, mintha marsra jöttek volna 5 perccel ezelőtt. Szóval hogy a remasterről igazából röviden ennyi, én, 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 egyáltalán nem gondoltam volna ezt túl komolyan, és az emberek szerintem ezt túlhajtották, és szerintem ez valami iszonyatos volt. A másik játék, ami igazából részben az én saját hype is, ami, ami megcsorbult, az a back for, back for, blood, nem tudok magyarul beszélni, bocsánat, úgy, back for blood. Back for, nem back tudom for, kimondani. Back, for blood. back for blood. Na, sikerült. Én nagyon reménykedtem benne, mert ugye mondták, hogy törtön rák, ú, Ledfordet készítői, ú, az kurva jó játékok voltak, és akkor ez is nézem, hogy ú, hát ez, 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 ez nagyon realisztikus, meg ú, hát ez, ez nagyon komolyan néz ki, mondom, Killing for 2, izé, le, uh, let for Dead beütése, na hát ez, ez, tök jónak néz ki, és így nézem, hát mondom, ez, ez a let for készítőinek az új játéka, ez. Ez, komolyan mondom, petikai össze tudja rakni körömpénzből, pénzből, amit én itt láttam, tehát oké, okay, hogy, hogy, szép, oké, okay, hogy sok benne a henterés, de ez minden tucat játék meg tudja csinálni. Sem, nem néz ki, olyannak, mint egy letfordett készítőinek a játéka, és, és, és ez szerintem sokat elmond. Nincsenek meg azok a vonalak, és az látszódik meg, hogy a letfordett kettő szerintem jobban akarta a Valve, hogy megcsinálják, mint sem a készítői, vagy a pénz jobban beszél, mert már nem tudom. Úgyhogy röviden szerintem ez volt a kettő legtúlhájpoltabb játék ebben az évben.